Lajosnak tetszettek ezek a rajzaim, és neki köszönhetem, mert amikor észrevette, hogy én ezeket rajzolom, hol van? Itt van a legelső, ez volt a legelső, ez a rajz. Nőket rajzoltam, az a pöső rajza látszik is, tudod? Ez volt a legelső, és ezt azért mutatom érdekességből. Látod a különbséget a két rajt között? Itt még jobban nagy a különbség, ugye? A pöső és az én rajzom között. Amikor ő ezt észrevett, ez egy ilyen sziesta a lányok kint a természetben, tehát ez egy álomvilág tulajdonképpen, akkor ő ezekhez a ceruzát megszerezte nekem. De úgy, olyan cselesen, hogy mindig egyet adott, mikor egy rajzot megcsináltam, akkor kaptam tőle még egy ceruzát, akkor a következő még egyet. És képzeld el, hogy én rettenetesen stresszben voltam, hogy na most véges, nem lesz ez a fajta vékony ceruzám, és most nem fogok tudni többet rajzolni, valahogy szerezzél meg, honnan szerezted, áruld el nekem, és nem árult el. Másnap, mit tudom én, bejött, letette az asztalra, de nem mondott semmit, csak le volt éve a ceruzám. És miután meghalt, a garázsba találtam, vagy 20-at belőle. Tehát nem adta nekem ide egyszerre, hanem egyenként adogatta nekem ide ezeket a ceruzákat. Nem tudom miért. Ez egy kedvenc képem, az a címe, hogy a pillangó. És ez nagyon, nem egy időben készült, tehát az sokkal korábbi, és ez a későbbi, pedig fordítva volt. Tehát én először ilyen ritmusokat festettem, és akkor Sándort megillette ez a ritmusos világ, és ez egy sokkal későbbi, teljesen véletlenszerű. Amikor a kép készen volt, ez a pillangó, különben ezen legalább 10 kép van, ezt úgy kell érteni, hogy mindig újra kezdtem újra, és akkor így ez a befejezett változata. És akkor, amikor készen volt, akkor vettem észre, hogy színvilágban is mennyire közös és hasonlatos, és akkor egymás mellé, azért tettem egymás mellé. Ez is az enyém, de ezen még gondolkozok, azért van kitéve. Le kellett volna vegyem, mikor jöztök, mert soha nem szoktam kitenni az olyan munkát, ami még gondolkozok rajta. De nem hiszem, hogy lehet már rajta dolgozni, mert kicsit előbbre vittem. Átmegyünk akkor pösöhöz. Na, szóval ezt úgy van, ez itt úgy van elrendezve, hogy nagy részben vannak csomagolva a munkák, igen, és az az igazság, hogy nem szívesen csomagolom ki, mert így biztonságban érzem. Uh-huh. Tehát úgy akarom, hogy így maradjanak. Ezek mind nagyon korai munkái, tehát uh-huh. Ezek a főiskoláról vannak. Nem, Kolozsvárról vannak, 61, 62, 63. Ez a mi későbbi, ez a rajzai, amit ugye a nagy korszak, amikor már tényleg a rajzba belefeledkezett mélyen a 90-es években, és megrajzolta ezeket a csodálatos rajzait. Nagyon szeretem őket, az ördögös rajzait, legszívesebben minden nap nézném őket, mert benne van a székely humortól, az a nyomorúság is, amit a rossz képvisel, és ugyanakkor a rosszhoz való viszonyát, az öregeknek a rosszhoz való viszonyát, hogy milyen találóan rajzolta meg. Az a két ördög, hogyha megnézed közelről is, azoknak a lehetetlenségét, milyen ronda az egyik nő, a másik férfi, érted, és annak a világát, és
attól való félelme az öreg néninek, hogy az ördög megkísérti őt is azzal a rosszal. Tehát ez annyira szép téma, annyira örök, annyira, és annyira humorosan megrajzolva, és annyira világosan. Ezt a legegyszerűbb ember is megérti, aki megnézi, de ugyanakkor látod, egyetemes szinten van megrajzolva, ezt akartam, nem népieskedő, hogy beteszünk egy népi motivumot, és azzal oldjuk meg ezt a székely humort, vagy ezt az ördögi világot, amiről annyit írtak, a Sütő is írt róla, és Tamási, igen, igen. Én órákat tudok ezekről mesélni, nagyon szeretem ezeket a rajzokat, és megválni fizikai fájdalom, tehát azt akarom mondani, hogy Magor is ugyanígy van vele, hál' Istennek a fiam. Azt mondja, anya, ne adjál el belőle senkinek se. De hát mondom, gyűjtőknek eladni meg múzeumon, hát majd kapnak. Mert ez, ami őt is, ő is ugyanúgy van vele, hogy jó lenne, hogyha mindig velünk lennének, tudod? Hát, igen, Plugor nyilván, hogy a kökösi világot magában hordta az utolsó pillanatig, és ezt a magában hordását ennek a világnak, ez azért volt ennyire fontos számára, mert ő gyerekkorában én úgy gondolom, hogy mivel nagyon okos kisfiú volt, és mindent megélt ott a faluban, és megismert, és ezt a világot ő úgy érezte, hogy el is mondta nekem többször, hogy ő vele minden megtörtént tulajdonképpen 7-es, 8-os koráig. Én miután többször voltam Kökösbe, és megismertem az édesapját egészen közelről, akkor tehát ő két világháborúban volt, és először orosz fogságban volt. Nagyon érdekes, az orosz fogságban töltött időről úgy is mondhatnám, hogy pozitívabban mesélt, mint tehát az első, a nagy háborúnak a történéseiről. A második világháborúban történt dolgok, azok annyira tragikusak voltak, ugye nem csak az Úzvölgy, ott volt Úzvölgyébe, és végigélt azt a szörnyűséget, hogy ott annyian meghaltak, és mi történt a társaikkal, és úgy kerül, Úzvölgyéről kerül Magyarországra, és Magyarországon megtörténik az a nagy tragédia, ami az én szüleimmel is megtörtént, hogy megkapták a tifuszt. Való sem volt. Elképzelhetetlenül nem volt 45-ben és 46-ban semmifajta ennivaló azokon a helyeken, ahova apusom is került, és ezért került ő úgy vissza, teljesen legyengülve, és mivel Sándor 5 évig nem látta az édesapját, hát nem egészen 5 évig, hanem 4,5 évig, tehát nem látta az édesapját, találkozik egy tönkrement, ugye nem volt ő éppen annyira öreg, ahogy ő ezt elmeséli, de annyira öregnek nézett ki, olyan tragikus volt a külseje, és biztos nagyon megszenvedte ezt a találkozást. Mivel én háborús gyerek vagyok, és én már nagyon jól visszaemlékszem ezekre a történetekre, hiszen 46-ban 6 éves voltam, és tudok mindent, úgyhogy nagyon átéreztem a Sándornak a történetét, és nagyon találkoztunk mi ebben a
különös háborús történetben mind a ketten, annak idején gyerekkorunkban megbeszéltük ezeket. Hát nem gyerekek voltunk, de nagyon fiatalok, ugye, mert 15 éves voltam, amikor megismertem Plugor Sándort, úgyhogy mi ezt megbeszéltük, és hát közelebb kerültünk egymáshoz azért is, mert ezeket a történeteket egymásnak elbeszéltük. Azt, hogy ezt a valós világot megrajzolni, amit és annyira igaznak, ahogy Plugor Sándor megrajzolta, ez egyfajta zsenialitás. Tehát már nem mindenki volt erre képes. Na most Kökösben sok jó dolog is történt. Uh-huh. És ez a sok jó dolog, ami történt, ez kapcsolatban van a természettel, az állatokkal, és a gyerekeknek azzal a sajátos világával, hogy nekik nem voltak játékaik, ők csinálták meg a játékaikat. És ez a humoros, tiszta, és hát ez is egy csoda, ez a világ, ez benne van a Plugornak a rajzaiba. Tehát Plugor nem csak a tragédiát, hanem a humort is be tudja vinni a rajzaiba, és ez szintén a gyermekkorból született. Tehát a gyermekkornak a megéléseit tudja felhasználni ugyanerre, hogy ebben a világban ez megtörténjen. Kivételesen sokat rajzolt, utolérhetetlenül sokat rajzolt. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mindig a zsebében volt egy üvegtus, egy pácika, amire rákötötte a tollhegyet, a megégetett tollhegyeit, amihez nem szabadott hozzányúlni, mert az nagy kincs volt, ő azokat használat alatt tulajdonképpen hosszú idő, tehát több időre volt szüksége, amíg azt a tollhegyet olyanná tudta varázsolni, ami ennek ő számára fontos volt, és akkor azt mindig a zsebébe hordta a tusos üveget is. A kezébe volt egy mappa, a mappában mindig lapocskák voltak, ezek a lapocskák lehettek csomagoló papírkák is, és ő ezekre mindig rajzolt. Ő nem a látványt rajzolta, hanem a látványból leszűrt játékosságot vagy történést, és az gyorsan megrajzolta. Uh-huh. Tehát érdekes módon emlékeztetőül. Na most... Ez volt az első, amit nagyon csodáltam Plugor Sándorba. Tehát mi rajzoltunk, de néztük a modellt. Tehát azt néztük, hogy mit, amit látunk, és azt próbáltuk átírni a papírra. Persze, amikor már később, okosabban és többet tudtunk, akkor azt írtuk át a papírra, amit fontosnak láttunk a látványból. De ő nem. Tehát ez annyira meglepett, és még akkor nagyon fiatalok voltunk, hogy ő megnézi, és akkor abból a látványból ő leszűri azt a történést, amit ő gondol, és azt vagy humorosan, vagy játékosan valóban meg is tudta rajzolni. Tehát én ezért úgy éreztem akkor Vásárhelyen, hogy ő a legjobb. Azt hiszem, hogy ő tudta kezdettől fogva, hogy ő nagyon sokra képes. Tehát ő képes arra, hogy egy világot teremtsen. És ez nagyon nagy dolog, hogy ha valaki fiatal korában már megérzi, hogy ő képes egy olyan világot birtokolni, amivel el tudja mondani a maga világát, de van egy eszköztára, és ezt az eszköztárat fel tudja használni
arra, hogy a saját életéről beszéljen, hogy ő ezt birtokolni tudja, ez nagyon nagy dolog, mert biztonságot adott neki fiatalon is. Tehát ő tudta, hogy ő ennek a birtokosa. Minden képzőművész tanulóról beszélek, mert ott tartunk. Kételyekkel van megáldva, és ez nagyon jó, mert ha nincsenek kételjeid, és nem tudsz kritikusan magad felé fordulni, akkor nem fejlődsz tovább, és lemaradsz, és le is maradnak, és nem is lesz képzőművész, ami megint nem baj, mert nem mindenki tudja ezt a lécet átugrani. De az, hogy te megérezzed, hogy neked van egy világod, amivel igazán ki tudod fejezni önmagadat, ahhoz már egyfajta érettségre van szükség. Tehát intelligensebb kell legyél az átlagnál. És azt hiszem, hogy Plugor érettebb volt a koránál. Tehát ezt sokszor elmondtam. Ő már úgy 20 éves korában felnőtt volt. Na most az történt, hogy középiskolában is festő volt. Tehát ő középiskolában is nagyon sokat festett, gyönyörűek a középiskola, és festő ilyen festett. Nem grafikus jellegű volt a középiskolai festményei, nem véletlenül festészetre iratkozott, és fel is vették ugye az első alkalommal, és szerencséje volt, hogy Miklóssy Gábor osztályába került. Ez szerencse kérdése, mert az évfolyamok, ahogy változtak, nem mindig sikerült ez a társítás. De ő akkor nagyon festői ilyen az első években, ő sokat festett, és a képei igenis festőnek érezte magát. Utolsó percig azt mondta különben, hogy a legnagyobb dolog, hogyha valaki egy képet tud festeni. Tehát ő is úgy érezte, hogy egy kicsit magasabbra tette a festészetet a grafikánál. Ő azért lett grafikus, mert kezdettől fogva, harmadéven már az utunknak illusztrált, és őt mint rajzolót rögtön megszerették. A hónya alá nyúltak, tehát sikeres volt a rajzaival. És ez a sikeres, hát nagyon nagy dolog volt, hogy ő harmadévesen már illusztrál és kap lehetőségeket. Ez elmozdította őt, hogy ebből meg lehet élni. Tehát a grafikából inkább meg lehet élni, mint a festészetből. Egy ilyen világ tárult fel előtte, és mivel Plugor egy falusi parasztembernek a fia volt, ezt tudnunk kell, és ő nem úri passzióból végezte a képzőművészetet, hanem azért, hogy ő képzőművész legyen, aki el tudja tartani a családját ebből a mesterségből, és hogy ő akkor valóban eltartja a családját, és akkor ott volt ez a lehetőség, hogy könyveket lehet illusztrálni, folyóiratokba lehet megjelenni, és ez egy nagy dolog. Tehát ő a kezdetén a szüleinek hazaküldte a pénzt, amit kapott az illusztrációból. Ez is egy olyan döbbenet volt, nem magának tartotta meg. Én Plugort is így felülről tudtam nézni az ő rajzait és a munkásságát. Az az érdekes, hogy el tudtam vonatkoztatni. Tehát érzelmileg is felül tudtam kerekedni, és ezért, amikor ő egy munkát elkészített a műterembe, rögtön
rögtön. Ő utánam jött, hogy nézzem meg, hogy mit csinált. Mert nagyon kíváncsi volt a véleményemre. Én fordítva voltam. Én nem mertem neki megmutatni a munkáimat, mert féltem, hogy... Tehát nem volt ilyen biztonságérzetem először, és másodszor féltem, hogy... Hát nagyon nehéz volt nekem. Nekem nagyon nehéz volt. Én féltem megmutatni mindig, és nem szerettem előtte dolgozni. Ő szívesen dolgozott előttem is, tehát ő nem ő nagyon örült annak, hogyha én beszéltem a munkáiról. Na most felülről tudtam őt értékelni, és össze tudtam hasonlítani, vagy el tudtam mondani azt is, amit nem szerettem. Plugort láttam, és ezért, mert kezdettől fogva. Hát már 15 évesen is láttam, az volt az érdekes, az első találkozásom az ő munkájával, hogy ugyanabban a teremben rajzoltunk. Mi 8-osok voltunk, ők 9-esek. Mi egy Vénusz fejet rajzoltunk, ők pedig Hermesznek a gipsz fejéről készítettek egy tanulmányt. Állva rajzolt, még most is látom, kicsi vékony lábaival, és néztem a rajzát, és megdöbbentem. Jaj, Istenem, ez saját magát rajzolja. Ez egy önarcképet rajzol. Én már akkor is tudtam, mi az az önarckép, nem tudom, tehát szóval. De hát ő saját magát rajzolja. És akkor gondoltam, hogy de miért gondolom én, hogy Plugor saját magát rajzolja, és akkor úgy néztem az arcát, tényleg olyan görögös, szép görögös vonásai voltak akkor gyerekként is, és valóban éreztem hasonlatosságot a szobor és közötte, úgyhogy akkor megfigyeltem, hogy építkezik és hogy teszi föl a szénnel az árnyékot, a fényt, tehát, és összehasonlítottam a többiekkel a rajzait. Akkor is már úgy kezdtem. Gondolom, hogy ez egy adottság nálam. Én mély barátságot éreztem iránt, mély barátságot, és úgy gondoltam, hogy életem, diákkoromban, hogy az életemnek egyik legfontosabb része, hogy én Plugor Sándornak barát vagyok. Tehát ez nagyon fontos volt számomra, nagyon. Uh-huh. És ennek az elvesztésén nagyon szomorkodtam, volt olyan része is, amikor mosolyszünet volt, tehát tartottam tőle. Felnéztem rá ez a másik, mert úgy gondoltam, hogy én csak tanulhatok tőle, és hiába egyidősök vagyunk, ő olyan sokat tud a képzőművészetről, hogy én akkor tanulok tőle, tehát nekem ez a barátság nagyon fontos. Így gondoltam annak idején, de, és ez végig így volt, tehát Kolozsváron is minden héten találkoztunk, vagy hogyha nem találkoztunk, akkor írt nekem egy cédulát, még most is vannak azokból a cédulákból, hogy ez és ez történt vele, és ez. Tehát mindig meg... Ez egy nagyon fontos volt számomra ez a barátság, és amikor már 6 éves volt ő akkor, de ezt már 5 éves korában elhatározta, hogy tehát jobb, hogyha összeházasodunk, mert nehogy én valaki mással végül is megtörténjen az, hogy valakit kiválasztok magamnak, és ha ő ugye nem, akkor megszakadt közöttünk ez a kapcsolat, és ott ő lesz is, a biztos pont. Igen, ő is ragaszkodott hozzám, mert úgy látszik, neki is pozitívan hozzájárultam az ő világához, tehát ez... Hát a házasság az egy nagyon összetett dolog, és két képzőművész között ez nagyon... Erről én nagyon sokat tudok, úgyhogy... De ez tényleg egy külön... Egy más világ, ez egy külön téma lenne, hogy mit tud tenni két képzőművész, amikor egy műteremben van. Annyi éven keresztül, ahány éven mi voltunk együtt, mert ugye 6 éven is már együtt voltunk, mikor 6 éves volt, és haláláig, úgyhogy. Ez egy fejlődés történet is. Persze, igen, igen.
Habár mindenki például rólam azt mondja, hogy jaj, hogyha most Pulgor felébredne és meglátná a munkáidat, mit szólna. Hogy én miután ő ugye meghalt azután, hogy többet dolgoztam, hogy ez nem igaz. Ez megint egy olyan, rám ragasztották a kollégák ezt a történetet. Ebből csak annyi igaz, és az már nagyon igaz, hogy én ugye végig tanár voltam, és erre muszáj volt, ez kötelező volt az én részemről, amit nem is bánok, mert polgári foglalkozása mindannyiunknak volt, Plugornak is volt, ugye, vagy a múzeumban dolgozott, vagy a színházban dolgozott. Ez egy olyan időszak volt, amikor nem tehettél többet, mint vasárnapi festő voltál. De az voltam. Tehát én azért minden héten eljöttem a műterembe, és minden héten dolgoztam, hogy ne essek ki, hogy ne szakadjak ki teljesen. Az biztos, hogy van egy ilyen 10 évem, amikor alig tudtam, tehát nagyon-nagyon keveset tudtam dolgozni. És aztán utána meg többet tudtam, és táborokban részt vettem minden, amikor a gyerekek olyan elemista. Amikor aztán Pöső beteg lett, akkor megint lett egy olyan időszak, hogy szaladtam haza az iskolából, és az is elég hosszú, több évről van szó. Tehát, és utána meg most már több időm van, ugye, hogy nem is tanítok. Hát ez magától értetődik, hogy többet tudtam dolgozni, de nem gondolom, hogy meglepődne, ha most belépne a műterembe. Úgy azt mondaná, hogy mert ő igenis úgy gondolta, hogy én képzőművész vagyok, és nem rajztanár csak, hanem képzőművész. Igen, ő így gondolta, és hitt benne tehát ebbe, de nagyon figyelmeztetett, hogy nem fog segíteni. Tehát ez magánügy. A maga a tény, hogy elhatározom, hogy képzőművész leszek, az magánügy. Ő nem fog engem segíteni. Tehát ő nem olyan volt, mint a más képzőművészek, hogy egymás kezét megfogva a házastársak és segítik egymás munkáját. Nem. Ő azt mondta, hogy ha képes vagy rá, és tudsz még vállalni még többet, és képes vagy arra, hogy nap mint nap ide felgyere a műterembe, akkor próbáld meg. De nincs rá szükséged, ezt is elmondtam, mert benne élsz a művészetbe. Én megadtam neked azt a lehetőséget, hogy mindig a művészet közelébe maradjál. Ha nekem tehát több mozgási lehetőségem lett volna, én biztos, hogy csak ezzel foglalkoztam volna. Tehát én úgy gondolom, hogy nem azért vagyok képzőművész, mert hanem azért vagyok, mert ehhez értek. Ez az én foglalkozásom, ez az én mesterségem. Mindenféleképpen az vagyok. Tehát úgy is képzőművész vagyok, mint ahogy megélem azt a világot, amiben minden nap az vagyok. Tehát minden nap az vagyok, akkor is az vagyok, ha kiállításra megyek, akkor is, ha otthon a lakásomat rendezem, akkor is, hogyha itt vagyok a műteremben, és hogyha Plugornak a munkáit nézem, és rendezem a hagyatékot. Tehát minden esetben úgy érzem, hogy én az vagyok, és én nekem ez elsődleges, ez a foglalkozás. És soha nem mondtam volna le erről, akkor sem, hogyha még rosszabbak lettek volna a körülmények. Thank you.
Az a baj, hogy mi egy ilyen köztes területen voltunk, nem csak én, hanem Plugor is. Itt csak a nagy egyéniségek, hogyha ki tudtak lépni ebből a szoros lehetetlenségből, az, hogy mi nem ismertük tényleg, hogy mi történik a világban, és ezért most velünk kapcsolatosan sokszor elmarasztaló dolgok is történnek, hogy nem vagyunk eléggé kortársak. Most itt Plugornál is lehetne erről beszélni, hogy mennyire vagyunk kortársak. Nem tudom. Szóval nagyon nehéz ezt így megítélni, hogy ki a kortárs. Na most ez az elvárás, hogy kortárs legyél, ez jogos ellenben. Jogos, mert azt a világot, amiben élsz, azt kell te ábrázoljad, és ahhoz kell viszonyuljál. De persze mi a 70-es években és a 60-as években szocializálódtunk, és ez a világ nekünk azért nagyon új. De bármennyire új, mégiscsak hozzá tudunk szólni, ezt úgy érzem én, és mégiscsak jogos, amit mi csinálunk, és mégiscsak szükség van ránk is, hogy a magunkkal hozott nagy csomagot, amit a hátunkon cipelünk, abból táplálkozva megalkossuk a mi kis világunkat. Tehát jogunk van hozzá, úgy gondolom, és arra gondolok, hogy tehát ilyen formán az én világom is lehet, hogy kortárs. Ő mindig modern marad, mert ő megrajzolt valami nagy csodát, megrajzolta az öregséget, a mindenki öregségét. Ő ezt ebbe a nagy vizuális kosárba beledugta ezt a nagy dolgot, hogy ő megrajzolta az öregséget, és az öregséget egy olyan hiteles formában rajzolja meg, igaz formában, amit nem lehet kétségbe vonni, hogy ez modern vagy nem modern. Ennek nincsen jogosultsága, tehát nem lehet feltenni ezt a kérdést nála. És a másik, ami döbbenetes, hogy absztrakt, annyiban absztrakt, hogy ő a vonalat úgy húzza, hogy annak van egy drámai tartalma, van egy humora, van egy játékossága, úgy húzza meg a vonalat, hogy sokszor annyira lírai, hogy nem tudod utolérni. És ez egy olyan mód, egy olyan elérés a rajzolásban, amit nem lehet utánozni. Hát nem tudják őt utánozni, nem tudnak ugyanúgy rajzolni, ahogy Plugor rajzolt, mert ez egy olyan világ, amit te úgy elértél, hogy az mindig korszerű marad. És ez biztos, hogy így van. Teljesen másképp viszonyultam én a munkáimhoz, mint Plugor Sándor. Tehát egy nagy különbséget látok a férfi és a női megvalósításban. Van egy másik, ami nagyon, nagyon érdekes volt számomra, hogy az az energia, ami szükséges egy munkának a kivitelezéséhez. Tehát a képzőművészetben is energia van, ugyanúgy, mint minden más munkában. Na most az az energia, amit akkor, amikor dolgozol, azt összegezned kell abban az órában, amikor te tényleg abban az állapotban vagy, hogy alkotásra képes vagy, akkor azt a férfi mintha jobban tudná összegezni. Tehát úgy értem, hogy ő az erőit jobban tudta összegyűjteni, ez rám nézve akkor volt nagyon meghatározó, amikor a keresztutat rajzolta. Hát én akkor nem hittem el, amit láttam.
Mellette voltak a kicsi vázlatok reprodukcióként, már nem az eredetiek, rá-rá nézett, de ezt a 14 nagy rajzot egy hét alatt, vagy hát mondjam azt, hogy 12 nap alatt rajzolta meg. Én azt hittem, bele fog halni, mert 170-esek, és semmi javítás, semmi kivetítés, semmi, hogy is mondjam, még egyszer megismétlés. Tehát nem ismételte meg, egyetlen egyszer rajzolta meg mind a 14 rajzot. És egy időben ugyanazzal a vonalvezetéssel, mert ugye az 14 méternek számít, ha így vesszük, és 70 centiméter magasnak. Szóval nagyon nagy felületről van szó, és ő azt 12 nap alatt meg tudta rajzolni, és nem halt bele, tehát nem esett ki ebből a ritmusból, és nem is vett maga mellé semmi segítséget. Egyik legpozitívabb tulajdonsága volt Plugor Sándornak a humora. Nekem pedig a hűségem és a kitartásom. Mert az is egy csoda, hogy ennyi év után is ennyire tudom, hogy mit kellene ő érte tenni, és hogy, és minden. Uh-huh. És a hűségem a saját munkáimhoz. És nem csak. Tessék? Igen, igen. És mekkora feladatot jelent ez, hogy egy ekkora hagyatékot gondozni, és... Nagyon nehéz. Nagyon nehéz, de nem azért, hogy a feladat nehéz, hanem ami következni fog, az a tudat nehéz nekem. Mert mi lesz, hogyha én nem leszek? Jó, mindenki jön azzal, hogy Plugor Sándornak ott van a fia. De ezt én nem így látom. A legjobb munkákat, azokat intézménybe kéne, hogy kerüljön. Mert oda kell kerüljön, mert az útja azoknak a munkáknak, amik értékesek, intézményekbe kell kerüljenek. Ez a helyes. Jó, a család megtartja magának azokat a munkákat, amiket meg szeretne tartani, és vagy a gyűjtőköz. De Plugort a gyűjtők sem nagyon keresik, tehát én nem tudom, kiket keresnek, vagy senkit se keresnek, én ezt nem tudom. Ebben nem vagyok tájékozódott, de azt tudom, hogy azok a gyűjtők, akik nem csak minőségre törekednek, hanem arra, hogy olyan képeik legyenek, amik és nem csak snob, ként gyűjtik, hanem hogy dekoratív, hatásos, színes. A rajz az egy nagyon más terület. Tehát amikor te úgy rajzolsz, mint Plugor, az olyan, mintha egy Paganininak csak egy hegedű versenyét hallgatnád, és a zenekar elmarad, nincs ott semmi. Ott minden ott van a vonalban, egyedül abban az egyszál vonalban. És fekete-fehér, és öregek vannak rajta. Tehát nem biztos, hogy te ezt a lakásodban úgy érzed, hogy szeretnéd. És akkor az a gyűjtő, aki nem ért a művekhez, mint olyanhoz, azok a jó szándékú, úgy szoktam mondani, Félix Snob gyűjtők, akiket én nagyon szeretek és tisztelettel vagyok irántuk, azok a színes képeket gondolják. Azok, akik értenek is a művészethez, azok meg kevesebben vannak, és tulajdonképpen nagyon jó, ha egy gyűjteménybe bekerül egy munka, tehát azok kéne, hogy foglalkozzanak ilyesmivel.
És a múzeumok, és megint csak az intézmények és az intézmények. Na most nem tudom, hogy mi fog történni. Mert jó, hogy van öt unokám, de abból lehet az öt unokából egy sem fogja a képzőművészettel foglalkozni ilyen szinten, hogy igen, és nem is várhatom el tőlük, mert nem befolyásolhatom az ő világukat, úgyhogy ez nem egy könnyű dolog. Én minden alkalomkor, mikor Magor hazajön, azt szoktam mondani, hogy Magor, ugye megoldod az apád munkáinak a történését, mert egy képzőművészeti munkának van egy története, ugye? És hogy megoldod. És ilyenkor azt is hozzá szoktam tenni, hogy remélem, hogy az én munkáimról is fogsz vigyázni. Tehát ilyen kettős a mi világunk, és ez egy nagyon érdekes, és nagyon szeretném, hogy ezek a munkák megmaradjanak, igen.